Hát én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon szép létszámmal jöttünk össze, és előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy a Lizivel kapcsolatban nem a tutit szeretném elmondani, hogy mindenkinek így kell csinálni, meg hogy csak ez a jó. Ugye, aki a Harry Potter filmeket ismeri, a bölcsek kövét a Dumbledore professzornál, meg a Harry Potternél hagynám. Tehát itt csak azt vázolnám fel, hogy amikor ő elkezdett játszani, nagyjából ez alatt a három év alatt ő ugye hogyan, meg milyen szintre tudott eljutni, amit a játékát tekintve azért, meg az ő pályafutását tekintve még mindig nagyon az elején jár, neki is rengeteg hibája van, amit meg ki kell javítani. Jó, és ugye azért itt a teremben szép számmal ülnek olyan edzők is, akik Európa bajnokokat, országos bajnokokat neveltek ki. Jó, tehát hogy ezt ne úgy tekintsétek, hogy ezt most ilyen, úgy is mondom, felülről szeretném mondani, csak egyszerűen elmondom, hogy az ő három éve ugyan alakult. Mehet, Laci. Oké. Köszönöm. Nagyjából ez a, és ez egy olyan negyed óra, maximum 20 percben ezt össze fogom tudni foglalni. Ő ugye 8 és fél éves jelenleg, 5 és fél évesen kezdett pingpongozni. Egy edzőtáborban vette észre az egyik edző kollégám, hogy ügyesen ütöget, innen jött, tehát abszolút nem az asztali tenisz felé próbáltam terelni, ha megszereti, akkor csinálja. Nagyjából csináltam egy ilyen összesítést, hogy ő nagyjából ez alatt a három év alatt ő mennyit is játszott eddig. Nagyjából lehet látni a számokat, hogy nagyjából 2000 óra játéknál tart most, ami a szintiszta játékidőt illeti, tehát ebben a melegítés, meg a nyújtás, ezek nincsenek benne, ez a maga az asztali tenisz része. Köszi. Ugye fölmerült, itt ugye lehetett látni nála, hogy jobb kézzel dobott, jobb lábbal rúgott, megállapították nála, hogy ő tulajdonképpen kétkezes. Nem tudom, van-e olyan itt, akinek a tanítványai között van ilyen, hogy mondjuk a jobb lábbal csinál ezt, bal lábbal játszik, hogy van-e ilyen? Igen, erre majd érdemes lesz odafigyelni, ugyanis ő bal kézzel kezdett el rajzolni, meg bal kézzel ír, de azon kívül a cipzárt, mindent jobb kézzel csinál. Jobb lábbal rúgja a labdát, stb. Ráadásul most a bal, ugye volt, hogy a bal szemét, de volt egy ilyen vizsgálaton direkte miatt, és megállapították nála, hogy ő jobb szemes, tehát hogy inkább arra. Tehát itt az agyféltekéknek nem olyan egyszerű az összehangolása, és ez abból is látszik, a koordinációnál látszik, sokszor tehát például ezeket az irányú mozgásokat, amikor a testsúly áthelyezés van, akkor például a jobb oldalra könnyebben csinálta meg az elér, mint mondjuk balra. Ez egy érdekesség. Tehát ezt, hogyha mondjuk ilyet tapasztaltok, ezekre lehet esetleg odafigyelni, mert ez nem biztos, hogy feltétlenül előny lesz majd, hanem ezzel lehet, hogy bizonyos koordinációs problémákat majd adott esetben javítani kell. Mert. Oké. Okay. Jó, összeszedtem magamnak három alapkövet, ugye a játék, én így határoztam meg, tehát ez minden saját fejemből van, játékfelfogás, minőség és a mennyiség. Majd a játékfelfogásnál beszélnek róla, hogy én az alapfelfogással próbáltam teljesen szakítani nála, ez majd a játékkezdésnél lesz majd fél. Tehát, hogy arra, hogy ugye hogyan, amikor oda megy az asztalhoz, akkor ugye milyen felfogásban játszon, hát nyilván itt ugye a támadó játékról van szó, de majd azon belül is majd egy picit kibontom, ugye a minőség, az, hogy az edzések ugye milyen minőségűek legyenek, az ő hozzáállásával is, meg ugye a partnerével, akivel játszik, és a mennyiség, hogy ez ugye adott esetben játékidőben, feladatok mennyiségében ez hogyan nézzen ki. Oké, okay. És ugyanígy, tehát nagyjából úgy építettem fel, hogy vannak a technika elemek tanulási sorrendje, azt egy eszköznek
gondoltam arra, hogy hogy a feladatok egymásra fognak épülni, az az út, és hogy utána pedig a mérkőzéseken, a feladatokon ő tulajdonképpen hogyan is álljon össze az egész játék az ő fejében. Ugye itt összeszedem ezeket a minőségeket, tehát a minőségnél, hogy ugye tehát az edzés intenzitása, a koncentráció, akkor a hibajavítás gyakorisága, a helyes technika alkalmazása. Tehát itt ugye hozzá kell tenni, hogy én ugye elég szigorú vagyok vele, néha lehet, hogy túl szigorú, tehát apa, gyerek és ugye a szülő, edzőt, ezeket nagyon próbálom külön választani. Nem mindig sikerül, és ezekkel nehézségek is járnak. Ugye ezt akik így a saját gyerekükkel foglalkoznak, pontosan tudják, de ezt nagyjából amennyire lehet próbálom különválasztani, és edzőként tekinteni, és az edzések is nem úgy, mint a lányom, hanem hogyha valaki bárki más lenne. És például a minőségnél még az nagyon fontos, hogy milyen gyakran javítjuk ugye azokat a mozdulatokat, amiket ugye veledig is megtanítunk. Én azt a felfogást követem, hogy hát ha nem is minden poén után természetesen, de nagyon gyakran javítom. Tehát adott esetben két-három poén után is elmondom neki, és újra gyakoroljuk, és újra gyakoroljuk, és újra is. Nagyjából addig, amíg ő azt az én általam kívánt módon meg nem csinálja. Nyilván, hát ugye, tehát haladunk folyamatosan az időbe, tehát nyilván amikor kezdte a tenyeres tanulni, akkor nyilván nem volt tökéletes neki sem a mozdulata egy óra után, de nagyjából próbáltam azt, hogy azok a mozdulatok a legjobban legyenek kivitelezve. És ne tanuljon olyan kacska mozdulatokat, vagy olyan mozdulatok rögzüljenek be nála, ami adott esetben később hátrány lesz, amit ki kell majd nála javítani. Igen. Nagyon röviden ugye a mennyiségnél, hogy majd fogok beszélni, hogy mennyit is edz, ugye tehát itt a mennyiségnél az edzés időtartama számít, meg az, hogy az edzésen belül az egyes technikai elemekre milyen hangsúlyt fordítunk azon az adott edzésen, mire helyezzük azon az edzésen a hangsúlyt, az ugye nagyon fontos. És napi edzések száma, heti edzések száma, és ugye mennyire nem nagyon fontos, hogy egy kisgyerek fizikailag mennyire terhelhető. Ebben az esetben, ha róla beszélünk, ő szerencsés helyzetben van, mert nagyon terhelhető, tehát ugye jelenleg nagyjából minden edzéssel kb. 2,5 órás, és de hát ez ugye nem így volt a kezdetekben nyilván, tehát szépen fel volt építve. De ugye nála is, meg más gyereknél is figyelni kell természetesen, hogy ugye mikor fáradnak el, ugye esetleg fejben, mikor esik a koncentrációjuk. Jó, hát a kezdetek, ugye nyilván itt a Krisztiék már elmondták, hogy a helyes ütőfogás, pontos alapbeállás, stb. Ugye ő a nappalinkban kezdett pingpongozni, nagyjából ott játszott, hát idestóval majdnem 2 évet, úgyhogy az első dolgom az volt, amikor kiderült, hogy egész jól átütögeti a labdát, akkor vettem otthonra egy asztalt, és ott kezdtünk el játszani. Az edzések előtt és az edzések után én nagyon nagy hangsúlyt fordítottam az árnyékolásra. Tehát ez borzasztóan fontos, hogy az edzések előtt azokat a mozgásformákat, amiket az edzésen is szeretnénk gyakorolni. Sok esetben 10 perc, negyed óra is volt árnyékolás az edzés előtt, vagy akár, hogyha nem ment egy bizonyos mozdulat, vagy még lábmunka, akkor leállítottam az edzést, és azt labda nélkül próbáltuk azt kivitelezni, vagy próbáltam vele kivitelezni, meg jól,
jól megoldani. Igen, ott a helyes lábtechnika tanulás, igen, tehát én ha kezdetekben talán nem is, de majd egy szót ejtek róla, hogy én nagyjából úgy próbáltam őt tanítani, hogy egészen a lábfejtől nagyjából a fejtetőig egységesen a mozdulatokat. Talán a legelején, de talán úgymond szakmai fejlődésemnek is betudható, hogy először én is azt kezdtem, hogy akkor odáll, és akkor tenyeres, nem mozdul a láb, nem mozdul a csípő, de a YouTube-on is, mert más is rengeteg videót néztem, és ott nagyon is úgy tanították a mozgást, hogy egyszerre. Tehát ezeket az árnyékolásokkal egyébként nagyon szépen lehet megtanítani a gyerekeket. Tehát én azokat a tenyeres mozdulatot is komplexen tanítottam neki, hogy fordul ki a boka, hogy megy be a tért, hogy megy a csípő, hogy fordul a törzs és a karm, ettől meddig megy. Ez így egyszerre nehezebbnek hangzik, viszont hogyha ezt el tudja sajátítani, akkor később egy sokkal jobb alapot kap, amire aztán építkezni lehet, hogy nem különveszem annyira a kezet, és utána mozduljon a láb, de ez csak az én saját felfogásom volt, aztán meg kiderül, hogy később ez bejött-e, vagy pedig nem. Igen, tehát a lábunkáról most ejtettem szót, én rengeteg, tehát én azt lehet mondani, hogy a YouTube-on képeztem magam, ezt nektek is tudom ajánlani, rengeteg videó fönn van, főleg ázsiai gyerekekről néztem videókat. Rakás videó van, hogyan tanítják az ekkora gyerektől az egészen már a versenyzőkorú gyerekeket. Van, hogy európai gyerekekkel foglalkoznak, és ott javítanak. Tehát én ezeken a videók alapján kezdtem őt is el tulajdonképpen tanítani, hogy akkor hogyan is mozogjon a láb, hogyan menjen az ütés, mettől meddig megy. Ami nagyon fontos, és azt ajánlom is, hogy esetleg nézzétek meg, hogy vannak olyan ütések között, például a fonák, vagy a tenyeres pörgetés, vagy a kiállásnál, hogy ott már ilyen apró lépéseket csinálnak ezek az ázsiai gyerekek, tehát nem az a szokásos, megszokott sasszé van, hogy kifordulok, és akkor kilépek, most jobb lába, jobb láb, stb., hanem hogyha megnézünk, valaki három apró lépésből lép ki, amikor utána megcsinálja a mozdulatot. Ezt azért tartom fontosnak, mert az ütemérzékben, tehát ugye ez a sportág, ugye a Kriszti is ugye elmondta, ugye táncolás, stb., tehát ez így van, tehát nagy fokban szól az ütemről. És ezt az ütemet, hogyha ugye áll a láb a játék közben, vagy egyes, amikor megütöm a fonákot, megütöm a tenyerest, és ott marad a láb, akkor utána sokkal nehezebb folytatni a következő érintést, és én a Lizinek úgy tanítom, hogy amíg ő elüti a labdát, neki amíg vissza, és utána visszajön, addig neki ugyanúgy mozognia kell a lábnak, tehát neki nem állhat meg a lábhoz. Nem azt jelenti, hogy neki mindig meg tudja ezt csinálni, és folyamatosan megy, de a cél az, hogy neki folyamatosan ütemre történő mozgás legyen, mert akkor fog, abból a mozgásból fog tudni legjobban helyezkedni az érkező labdákra. És erre nagyon nagy hangsúlyt fektettem most is, de ugye főleg az elején. És akkor gyorsan ugorjunk át azon, hogy hogyan is gondoltam, és ugye itt a felfogásra térnék rá, hogy én őt nem tanítottam meg nyesni fél évig. Abszolút. Tehát a nyesés mozdulatot ő nem ismerte. És az mégpedig azért, mert hogyha ugye lejövünk ugye versenyekre, akkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy a kislányok meg kisfiúk pötyörésznek. És hogy az induló pörgetés az pedig bizonytalan. És persze én is így kezdtem, aztán én is megtanultam, meg más is megtanult indulót pörgetni, és az is biztos lett, csak én arra gondoltam, hogy ezt lehetne adott esetben továbbfejleszteni úgy, hogy már az elején épüljön be az, hogyha ő hosszú labdát kap, akkor azt ő megindítja. És
és nem visszanyesi. És ugye ezért van az, hogy amikor itt mondjuk a versenyen is játszik, és ha bárki hafonákra, hatenyeresre rányesi a labdát, ő egyből indul. Nincs egy nyesése van, egy rövidről, ha kap egy üres vagy nyeset szervát, lenyesi, onnantól kezdve nem nyes. Fölmerül az a kérdés, hogy meg tudja csinálni egy ilyen kisgyerek, ugye azzal, hogyha nagyon erősen rányesik a labdát, akkor van-e annyi ereje, hogy ki tudja húzni. Hát először is az ő korosztályban még nem nyesik meg annyira a labdát a gyerekek, inkább áttolják, tehát abból mondjuk könnyebb indulni. A másik pedig, hogyha van egy jó csukló, vagy adott esetben egy alkarberántás, akkor igenis azt meg lehet, én úgy gondolom, meg lehet tanítani, nem csak nála, láttam más ilyen kisebb ügyes gyerekeknél, felhozhatnám a Malévból a Fegyver Zsófit, egy évvel idősebb a Lizinél is, hibátlanul pörgélte a tenyerest akármennyi esett labdára. Tehát, hogy nagyon szépen meg lehet őket. Tehát ez volt az alapfelfogás, hogy ő amint lehet, mindig támadjon. Tehát maga az a nyesés, az csak ilyen kényszer legyen, és ugye ezért alakult ki a gondolkodásában is az, ha ő hosszú labdát kap, akkor ugye egyből indul. Nincs ez a tilitoli, főleg lehet látni sokszor ugye tenyeresről is, mert ugye nyilván a gyerekeknél még ugye nincs ez megtanítva. Lehet kockázatos, lehet, hogy mérkőzéseket fog emiatt elveszíteni, mert elhibázza, mert még nem olyan biztos, de én azt a felfogást vallom, hogy nem baj. Tehát ebben a korban nem is annyira az eredményességre próbálom helyezni a hangsúlyt, meg nem is arra kellene, hanem a technika és maga a játék felfogásnak a helyes elsajátítására. Azt már nekem le kell tudni kezelni vele, hogyha ő emiatt elveszít mérkőzéseket. Az egy dolog, az már az én feladatom, hogy akkor azt lekezeljem nála. Tehát ennyit a felfogásról, és akkor nagyon gyorsan haladjunk végig. Ugye nyilván ő is a tenyeres kontra fonák kontrával kezdte, utána én nagyon gyorsan, utána már mozgásból mentek a gyakorlatok 2-3 hét után. A negyedik hónapban már elkezdte tanulni a tenyeres pörgetést. Ugye először csak a dobott labdáról, ugye a hatodik hónap, ott már tulajdonképpen, tehát fél év után már ugye, hát ezeket a pörgetéseket úgy kell elképzelni, hogy meghúzza a labdát, tehát ez még nem az a valódi pörgetés. Ugye ezeket, tehát ott már ugye két helyről ment, meg fonák összekötésből mentek a gyakorlatok, és akkor a hetedik hónapban jött tulajdonképpen a nyesetről a pörgetés, és akkor már a hetedik hónapban elkezdtük a fonák és a tenyeres indítást is, És csak a nyolcadik hónapban kezdtem el vele a fonák nyesést, de csak a mozdulatot. Tehát olyan, hogy 10-szer átnyesse egymás után, párszor csak a biztonság kedvéért gyakoroltuk, de azt én nem tudom, meg tudjam át, mert az úgyis fejlődik magával az a koordináció, át fogja tudni nyesni, de maga az a mozdulat, az legyen meg, azt tanítottam neki. 9 hónap után pedig a fonák pörgetést kezdtem már el neki tanítani. Hát így szépen úgy meghúzza, tehát most nem ezt a nagy mozdulatot kell elképzelni, finoman csuklóból. És a 11. hónapnál pedig a fonákról szintén már ugye nyesett labdából is, vagy ebből a, ugye, hát ez a félig nyesett labdából, hogy át tudja húzni, és akkor igen, és akkor az egy év után ugye egyik legnehezebb ugye mozdulat az a tenyeres nyesés, ugye távol van, be kell lépni, ugye a testtől távol van, távol van a kéz, nagyon finoman kell hozzányúlni, mert közel van a háló, stb. Nagyon sok ugye rátolják, kitolják hosszan, tehát az egy nagyon nehéz elem, az csak nagyjából egy év után jött. Tehát nagyjából így épültek fel az ő. Arra gondoltam, hogy egy év után a fontos technikai elemeknek a birtokában legyen, hogy meg tudja csinálni. Az más kérdés, hogy ő alkalmazni is tudja-e. Nyilván, ha játszott volna a mérkőzéseket, ezeket nem tudta volna mind alkalmazni, de az iskolázásoknál ezeket szépen már megtudta. És a második év az arról szólt, hogy az első év alapjainak nyilván a megerősítése, ott már
Mi növeltük a félszabályos és a szabálytalan feladatoknak a gyakorlását, addig is volt, de az már az még jobban beépült, ugye az össze-vissza játék, és az első olyan játékot, amit velem játszotta, másfél év telt el, amire az első mérkőzését játszotta. Addig is volt ilyen össze-visszaság, de amikor rendes meccset játszottunk, az másfél év volt, és másfél év után kezdte ezt a fonák és a tenyeres ráhúzást, ugye pörgetett labdáról tanulni. És itt pedig a második évnek nagy szerepe volt az, hogy a dinamika és a gyorsaság, ami azt hozta magával, hogy már erőteljesebben kellett neki pörgetni, gyorsabban, ugye gyorsabb labdák mentek fel, és a gyakorlatokat is gyorsabban kellett neki már elvégezni, és akkor nagyjából a harmadik év az most jutunk el, mert ugye most játszik 3 éve, nagyjából 2,5 év után kezdte el a tenyeres és a fonák visszapörgetést tanulni, akkor azzal együtt jött a dobálás is, és akkor kezdtem el először neki védésre játszani, és amit még ugye itt nagyon fontos megjegyezni, hogy 10-ből 7-8 feladatnál a szervából megy, vagy valamilyen nyesett labdából. Tehát ugye nagyon fontos, csak ezek a stabil mozdulatok, 2 fonál, 2 tenyeres, stb. De ez nála én úgy alkalmazom, hogy ez ilyen bemelegítő gyakorlatok. Onnantól kezdve már kizárólag az ő szervájából, vagy adott esetben én szerválok neki olyat, amiből egyből pörget. És abból mennek a feladatok, tehát hogy mindenféle, vagy indításból, vagy pedig azzal, hogy elkezd ugye pörgetni. De nagyon fontos itt a passzív játék szerepe, az edzések 30-40%-ában passzív játéka van, tehát nagyon sokat pörgetek neki, meg ha másokkal játszik, de akkor is nem véletlenül, és nem csak egy helyre, hanem több helyre, vagy adott esetben szabálytalanul, ugyanis hát az ugyanúgy hozzátartozik a játékhoz, tehát azt mondhatom, hogy minimum a 30, de inkább 40%-ában muszáj, és nem csak azt, hogy most én ide beállok, és akkor innen szépen osztom, hanem igenis legyenek az oldalak váltogatva. Ugye a másik oldalról olyat is lehet csinálni, hogy az egyik felét a feladatnak ide csinálja, a másikat pedig a tenyeres oldalra csinálja, és addig is ugye mozog, addig is át kell helyezkedni, teljesen megváltozik az egész játéka. Igen, tehát és nagyon sok meccs szituációt gyakorlunk, tehát vannak bizonyos olyanok, hogyha ilyet szervál, nagy valószínűséggel oda fogják ütni, abból utána mit fog csinálni. Tehát ezek rendkívül fontosak utána, hogy utána, amikor mérkőzése van, akkor ezek menjenek. És akkor nagyon gyorsan áthaladunk még egy percbe, hogy neki hogyan épült fel az edzés, ugye az edzés mennyisége. Ugye szokásos módon kezdte úgy, hogy heti 3-szor 1 óra, akkor elkezdte, és akkor a második hónaptól ezt fölemeltük 4-szer 1 órára. Itt volt egy pici, meg kell említeni, hogy a BVSC-be levittem, itt ott kapott egy alapfoglalkozást, így 3-4 hónapon keresztül, aztán próbáltam azt az edzést még otthon adott esetben kiegészíteni, és akkor nagyjából egy olyan 5 hónap január után gondoltam én, hogy akkor otthon, akkor elkezdhetnénk még komolyabban ezzel foglalkozni, és akkor ott már tulajdonképpen 5 hónap után heti 5 edzése volt napi 1,5 órával, ezután nőtt ugye 2 órával, volt egy nyár, amikor ugye nagyon sokat játszott, és nagyjából úgy lehet látni, eljutottunk odáig, hogy heti 7 adott esetben 8 edzése van, ezek az edzések 2-2,5 órásak, valamikor még több. És most nekem még van egy olyan felfogásom, hogy azért ők picik, tudom, hogy megterhelő nekik a játék, de amikor és tudom, hogy Kína, de amikor volt egy kis riport a Csemmengtől, megkérdezték 9 évesen, hogy te hány órát pingpongozol, és azt mondta, hogy 6-ot, akkor, és hogy az itteni gyerekeknek meg lehet, hogy a heti, egy héten pingpongoznak annyit, akkor azért feltettem magamnak a kérdést, hogy mi lenne az elvárt, amivel,
ha nem is a kínai szintet lehetne elérni, de mégis egy Európában egy mondjuk meghatározó játékos, vagy mondjuk nemzetközileg mondjuk sikeres tudna lenni, mi is kellene ahhoz. És ehhez viszont tényleg nagyon sok edzés kell, tehát ez bizony így van, úgyhogy ő abban a szerencsés helyzetben van, hogy hétvégén is pingpongozik, erről lehet neki más lenne a véleménye, neki sincs mindig kedve játszani, tehát hozzáteszem, de amikor odaáll az asztalhoz, akkor már igen. Tehát akkor viszont csinálja, amit kell, és ez én ennek nagyon örülök, hogy tulajdonképpen a napi rutinjává vált ez a sok edzés, már ő szokta kérdezni, hogy akkor ma mennyit játszunk, hogyan játszunk, hova megyünk, bemegyünk a High Life-ba, otthon játszunk, stb. Úgyhogy ez így épült fölná, és igen, pár dolgot, igen, még az edzéseknél még egy gondolatot, hogy nagyjából egy feladatot minimum 10 percig csinál, de az a minimum. Tehát van olyan feladat, amit tovább is, negyed óra, van, amikor nem megy, akkor lehet, hogy még tovább, de úgy gondolom, hogy azzal, hogy neki, vagy ez szélesebb körben is, hogy azok nagyon jó alapokat kapjon is, és azokat biztonsággal meg tudja csinálni, ahhoz igen, nála is lehet észrevenni, vagy én is észrevenni, hogy 2-3 perc után kezd tulajdonképpen belejönni a játékba, amire azt a feladatot már úgy csinálja, azzal az ismétlés számmal, amivel egyébként kellene. És egy legutolsó gondolatot még az ebéd előtt, hogy igen, viszont vannak olyan feladatok, ezt tudom tanácsolni, ami adott esetben mérkőzéseknél is van, hogy ami majdnem minden edzésen gyakorol. De ha nem is minden edzésen, de hetente legalább 4-5-ször. Tehát, hogy bizonyos szituációk annyira épüljenek bele a fejébe, hogy azt teljes biztonság és bátran meg tudja játszani ugye majd a mérkőzésen. És tényleg egy legutolsó, többen kérdezték, hogy ő bátran játszik, hogy a 10-10-nél is megpörgeti, ha elveszti, ha megnyeri. Hogy ez úgy tök jó, mert hogy vannak, akik kicsit amikor megijednek, akkor ugye visszanyesik, vagy poén. Nála ezt nem lehet tapasztalni, elrontja, elveszti, kész. És ez pont azért alakult így ki nála, mert ugye a legelejétől így van a fejébe bekódolva, hogyha ilyen labdát kap, akkor én így reagálok rá. És benne nincs az, tehát nincs az a kód benne, hogyha hozzám kinyesik 10-10-nél, bármilyen, akkor azt ugyanúgy visszateszem, hanem ugyanúgy rááll és megpörgeti. Ezzel én azt az előnyt próbáltam nála előhozni, hogy ezekre ne 10, 11, 10 vagy még később kelljen ezeket átalakítani, hogy most már ne pötyögjél, ne indulj meg bátran és csináld meg, hanem ezek alakuljanak ki most nála, lehet, hogy elhibázza, ahogy említettem, de amire abban a korba fog lépni, hogy 11, 12, meg 13 éves lesz, biztos, hogy sokkal, sokkal nagyobb biztonsággal fogja, meg nagyobb hatékonysággal fogja ezeket a labdákat megjátszani, és főleg egyébként a tét szituációkban, mert sokszor azért tudjuk, hogy a magasabb szinten, vagy az idősebbeknél már az, hogyha én passzívan játszom 10-10-nél, az már nem kifizetődő. Lehet, hogy még itt egy U11-es versenyen elmegy, de mondjuk nemzetközi egy serdülőbe, vagy egy jobb újonc versenyen már nem fog elmenni. Tehát, és ezt próbáltam nála előnyt szerezni, hogy ez később nála sokkal nagyobb biztonsággal menjen. Úgyhogy, hát nagyon röviden ennyit szerettem, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy tudtam pár érdekes információval szolgálni.